Almaszerés, dohánytörés és még számos mezőgazdasági idénymunka, amelyek igen nagy munkaerőt igényelnek a megyében. A gazdák viszont gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy kevés munkás akad a betakarításkor, akit alkalmazni tudnának. Ezen kíván segíteni a belügyminisztérium, az Állami Foglalkoztatási Szerv és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal, hogy a gazdálkodók már most bejelenthetik a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szándékukat. Ha ezt megtesszük, akkor a munkaügyi központok az illetékesekkel összefogva a hatóságokkal azt próbálják kidolgozni, hogy minden járásban, abban az időszakban, ahogy az igényünket megfogalmazzuk, úgy ütemezzék a közfoglalkoztatást, hogy akkora befejeződjenek azok a programok, és felszabaduljanak azok az emberek, akik a betakarításban részt tudjanak venni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a kormányzatnak közös az álláspontja abban, hogy a közfoglalkoztatási programoknak és a helyi idénymunkáknak összhangban kell lenniük egymással. Elkötelezettséggel nem jár, mert ugye nem tudhassuk egy évvel előre, hogy le fog fagyni az alma, vagy milyen termés várható, nyilván majd ezt konkretizálni kell, de a belügyminisztériumnak, a közfoglalkoztatásért felelős minisztériumnak azzal foglalkozni kell, hogy hol fognak ezek az emberek dolgozni, és nyilván, ha most előre jelezzük ezeket az igényünket, akkor a közmunkaprogramot úgy tervezik meg, hogy erre az időszakra, ahol mi már tudnánk a mezőgazdaságban alkalmazni ezeket az embereket, az a programot befejeződjön. A gazdák október 31-ig jelentetik be a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatás iránti szándékukat. Fontos, hogy az igénylésben egy tervezett számot kell leadni. Ez nem azt jelenti, hogy a járási hivatalnak kötelezően ki is kell közvetítenie az álláskeresőket, hanem csak egy jobb tervezhetőség érdekében kell a várható keretet megadni.